Már csak a kisebb részek burkolási munkálatai vannak hátra. A kivitelező szerint továbbra is az ütemterv szerint halad a Zöldváros program Szekszárdon. Látványbútorelemek is megérkeztek, ezeket már a Luther téren, illetve a Prométheus parkba elhelyeztük. Látvány betontömbökről van szó, amik ülőpadként fognak szolgálni. Továbbá kerékpártámaszokat, illetőleg forgalomelterelő oszlopok telepítését kezdtük meg. Jövő héten már padok is érkeznek, ezeket is elkezdjük kihelyezni és telepíteni. A térkövezési munkák nagy felületeivel már végeztünk, az apróbb részek, bekötők, járdák, mint amit most a Széchenyi utcán is éppen csinálunk, ezek vannak hátra. Továbbá a Vosinszki és a Kölcsei lakótelepeken elkezdődtek a járdaépítések, itt hamarosan az aszfaltozásra is sor kerül. Kritikát hallottunk a Vosinszki lakótelepen kivágott fákról. Ott olyan fákat vágott ki a város, és ezt valóban ki kellett vágni terv szerint. A törékeny nyárfák, amik már veszélyes fáknak nyilváníthatóak, mert törékenyek voltak a fák, túlnőtték magukat. És van az a bizonyos szilvafa, ami ilyenkor potyog, ragacsos és vonza a darazsakat. Ezt nem a város ültette, ezt vagy lakók ültették valamikor, vagy magoncként keltek ki, ezeket vágták ki. Azon kívül volt 2 darab nagyméretű fa, amit ifitógalyazással visszavágtak. És ez egyelőre ijesztően látszik, de ez egy szakmai munka volt, ifitogaljazásnak nevezik, és ezek a fák meg fognak eredni, tavasszal hajtani fognak. A növények telepítésére az építési munkák után kerül sor. A belvárosban 20 ezer négyzetméternyi betonfelületet törtek fel a kivitelezők, amelynek helyére kevesebb, mint egy 15 ezer négyzetméter burkolt felület kerül, így fél hektárral több lesz a zöldövezet. Bízunk benne, hogy most már egyértelműen körvonalazódik és látszik, hogy mi lesz ennek a vége, milyen formája lesz itt a tereknek, és természetesen, hogyha a zöld felületek beültetésre kerülnek, akkor lesz teljes a kép, és akkor lesz egy olyan fénypontja a városközpontnak, amit nagyon-nagyon szeretnénk, ha határidőre megvalósulna, és hosszú távon élvezhetnék a szekszárdiak. A program keretében 137 lombhullató facsemetét, 9049 darab cserjét, 4845 tő ívelő növényt, és több mint 500 örökzöld csemetét ültetnek majd el. A terekre 184 pad és ülőke, 88 darab kerékpár támasz, és több mint 130 hulladék gyűjtő kerül, de lesznek piknikasztalok, székekkel, napelemes kandelláberek, illetve játszóterek és fitness eszközök.